Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A becslések szerint nagyjából 1,5 millió vesebeteg él ma Magyarországon. 10-ből 9 ember azonban nem veszi észre, vagy nem veszi komolyan az apró tüneteket. A részletekről később, íme a teljes kínálat. Válasz a sofőr hiányra, ingyenes járművezetői tanfolyamot indított a kormány. A vese világnapja 1 millió körüli beteg Magyarországon. Korai tavasz, Rügyben a gyümölcsfák, a gazdák fagykártól tartanak. A munkaerőpiaci aktivitás növelése, valamint a szállítmányozási és személyszállítási területen tapasztalható sofőrhiány enyhítése érdekében gépjárművezető képzési program indult március 1-től. Az 1,7 milliárd forintnyi hazai forrásból megvalósuló programban több mint 1000-en szerezhetnek jogosítványt, ami érdemben hozzájárulhat a foglalkoztatás bővüléséhez, a közúti áru- és személyszállítás versenyképességének javulásához. A részletekről, valamint egyéb foglalkozásügyi támogatásokról Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt kérdeztük. Az elmúlt években sikeresen megvalósított állami finanszírozású gépjárművezetői képzések után március 1-én új programot indított az OFA Nonprofit Kft. A résztvevők ennek keretében C, C plusz E és D típusú jogosítványt, valamint GKI igazolványt szerezhetnek. A pályázaton való részvétel feltétele a magyar állampolgárság mellett a legalább 2 éve meglévő B kategóriás jogosítvány, az egészségi alkalmasság, illetve a képzés típustól függően második vagy harmadik kategóriás pályaalkalmassági határozat megléte. A cél az, hogy jelentősen csökkenjen a sofőr hiány Magyarországon. A programra alig 5 nap alatt már több mint 800-an jelentkeztek, mondta el megkeresésünkre Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkaerőpiacon régóta látszik, hogy komoly probléma van a szállítmányozás területén, illetve a személyszállítás területén, ez konkrétan ugye a tehergépkocsi, illetve a busz sofőreket érinti. Korábbi években is indultak ilyen tartalmú programok, okulva a korábbi tapasztalatokból most egy új programot írtunk ki, aminek ugye az a lényege, hogyha valaki regisztrált álláskereső, vagy inaktív, vagy adott esetben munkahelyet szeretne váltani, módosítani, akkor lehetősége van arra, hogy ebben a tanfolyamon részt vegyen. Ugye ez tulajdonképpen kvázi ingyenes, azért mondom, hogy kvázi ingyenes, mert egyébként egy valamelyes önerőt regisztrált álláskeresőképpen 30% önerőt kell állnia a résztvevőnek. Azonban, hogyha a végzést követően 1 évig ebben a szakmában dolgozik, akkor ez tulajdonképpen utána ingyenessé válik. Nyilván azt szeretnénk, hogy ne csak a papírja legyen meg itt 1000 embernek, hanem ténylegesen ebben a szakmában dolgozzon. Ugye úgy hirdettük meg, hogy részben a munkavállalóknak, részben pedig a munkáltatóknak is, ugye azok, akik jelenleg sofőrhiánnyal küzdenek, hogy tudjanak ebben a programon részt venni. Ugye ezt a múlt héten indítottuk ezt a programot, és azt tudom mondani, hogy épp a tegnap esti adatok alapján több mint 8000-en jelentkeztek erre az 1000 főre, illetve munkáltatók is közel 100-an jelentkeztek, úgyhogy nagy valószínűséggel néhány napon belül le fogjuk állítani a jelentkezés lehetőségét, hiszen ugye ebből a nagyságrendből biztosan meg fogjuk találni azt az 1000 embert, akit jelen pillanatban keresünk. Ugye ez most a versenyszférára van egyértelműen kiírva, tehát állami cégek ebben a körben nem pályázhattak. Januárban nyitotta meg a kormány azt a kis- és középvállalkozások kapacitásbővítés támogató programját, amely kimondottan a hátrányos helyzetű régiókat célozza meg. Az államtitkár elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett a legtöbb igény, ami azt mutatja, hogy a vállalkozások törekednek a munkavállalói létszám és a versenyképesség növelésére. Januárban hirdettük meg ezt a programot, illetve hát ugye már most le is zárult a pályázat beadási határideje. Azt látjuk, hogy a nehézségek ellenére is vannak a hátrányos helyzetű régiókban is olyan vállalkozások, akik egyébként tudnak, akarnak és képesek létszámot növelni. Az ő számukra írtuk ki ezt a pályázatot. Ez tulajdonképpen bértámogatásról és kisebb összegű eszközbeszerzésről szólhat.
Azt tudom mondani, hogy a legtöbb pályázat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, ami a szívemnek különösen jó leső dolog, illetve azt is mutatja, hogy az ottani KKV-k képesek a nehézségek ellen és nem csak talpon maradni, hanem fejlesztéseket is, beruházásokat is megvalósítani. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a pályázat értékelése zajlik. Én abban bízom, hogy minél több vármegyénkbeli vállalkozás mondhatja majd pár héten belül, hogy sikeres sem pályázott. Most pedig újabb támogatási lehetőség nyílt meg. Újabb 15 milliárd forintos szakaszra pályázhatnak a vállalkozások munkahelyi képzéseik megvalósításához. Az uniós forrásokból megvalósuló GINOP plusz legújabb kiemelt projektjének célja, hogy a vállalatoknak nyújtott, feltételesen visszatérítendő támogatásokon keresztül segítse munkavállalóik képzését, ezzel hozzájárulva a vállalkozások termelékenységének javításához és a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez. A program korábbi szakaszaiban eddig mintegy 1200 vállalkozás, több mint 50 ezer munkavállalója részesült képzési támogatásban. Az a program, ami a mai nappal indul, az tulajdonképpen a munkaerőpiaci képzések, vagy a munkahelyi képzéseket támogatja. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az adott cégnél már ott lévő munkavállalóknak a képzését, átképzését igyekszünk ilyen módon támogatni, segíteni. Ugye nagyon gyakran előfordul, különösen nagy cégeknél, ugye itt most a járműgyártás kapcsán, hogy át kell állni belső égésű motorokról, hajtóművekről, ugye elektromos hajtásra. Ott ugye ez igen jelentős humán erőforrás képzést jelent, de ez nem csak a nagyokat, hanem ugye a beszállítókat, illetve a kisebb cégeket is érinti. Ezek lehetnek egyébként soft skill jellegű képzések, informatikai jellegű képzések, nyelvi képzés, tehát ez egy széles spektrumon mozog. Nyilván szeretnénk a munkahely megőrzés szempontjából segíteni azoknak a cégeknek, akik ugye a fejlesztésekben, beruházásokban vagy a technológiai váltásban érdekeltek vagy érintettek. Becslések szerint a világ felnőtt lakosságának több mint 10%-a szenved a vesebetegség valamely fázisában. A nefrológiai járóbetegrendeléseken gondozott vesebetegek száma Magyarországon 1991-ben meghaladta a 10 ezer főt, 2001-ben a 30 ezret, 2011-ben a 70 ezret, ez azóta megkétszereződött. A legnagyobb gondot továbbra is az okozza, hogy sokan fittyet hánynak az apró tünetekre, amikor pedig orvoshoz fordulnak, már késő. A részletekről, valamint a Vesevilágnapi jövő heti rendezvényről most dr. Balkó Istvánnal és dr. Répási Krisztinával beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm minket. Beszéljünk egy kicsit a számokról és a megyére vonatkoztatva. Hogyan alakulnak itt a megyében, és az a tendencia, ami elég ijesztőnek tűnik, az mennyire jellemző a mi megyénkben is, vagy akár lehet, hogy egy az országos átlaghoz képest talán még rosszabb is lehet a helyzet. Hát ugye a társadalom öregedésével, illetve hát a népbetegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség terjedésével nőtt meg jelentős mértékben tulajdonképpen a krónikus vesebetegek száma is az egész világon, és így hazánkban, illetve hát megyénkben is. A tendencia teljesen megegyező a világon tapasztaltakkal. Ugye ennek az életmódunk, a táplálkozásunk, a mozgáshiány, a civilizált életmód maga az oka elsősorban. És valóban a vesebetegség nagyon sokszor, nagyon gyakran igazi úgynevezett alarmírozó tünet nélkül jelentkezik, és nem ritkán szembesülünk azzal a gondozóban, hogy enyhe, közel tünetmentes beteg kerül beutalásra a szakrendelőben, és már annyira előre haladott a vesebetegsége, hogy rövid időn belül tulajdonképpen nem marad más teendőnk, mint felkészülni a vesepótló kezelésre. Említette itt az idősödő népességet, de azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez nem csak az idősek betegsége, hiszen fiatalok is nem ritkán érintettek. Kik azok a fiatalok, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve?
Nagyobb kockázatnak vannak azok a fiatal kitéve, akik családjában már fordult elő vesebetegség, mert a vesebetegek egy részében a genetika jelentős szerepet játszik, illetve a túlsúly is szerepet játszhat ebben, ugyanis ők fokozottan ki vannak téve a betegség kialakulásának, illetve meg kell említeni azokat a fiatalokat is, akik különböző testépítő központokba járnak, és különböző fehérje porokat, illetve vannak olyanok, akik nem legalizált helyről különféle szereket szereznek be, és náluk is sokkal hamarabb ki tud alakulni a vesebetegség, akár néhány nap alatt olyan veseitelenség alakulhat ki, ami már dialízist is igényel. Droghasználat, alkoholhasználat mennyire befolyásolja? Találkozunk olyan drogos fiatalokkal, akiket dializálni szükséges, úgyhogy sajnos a drognak az használatával, illetve az elterjedésével sajnos a vese problémák is gyakoribbá tudnak válni. De ha már itt tartunk, akkor gondolom a túlzott gyógyszerfogyasztás sem feltétlenül tesz jót. Valóban, tehát az indokolatlan túlzott gyógyszerfogyasztás egyértelműen oka lehet a krónikus vesebetegség kialakulásának, és ki kell itt emelnünk a non-steroid gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító gyógyszereket, amelyek különösen idősebb korban érelmeszesedés mellett és bizonyos vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel együtt szedve hosszú, de akár rövid távon is veseelégtelenséghez vezetnek. Nemrégiben a Nyíregyházi Egyetem egy munkacsoportja publikált egy cikket, amelyben kimutatták, hogy Nyíregyházán a szennyvízbe éves szinten 1,5 tonna ilyen gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító anyag kerül, és ez csak a bomlatlan ugye termékek, tehát a bomlás termékeket ebben már nem is számoljuk. Tehát ez iszonyatosan nagy szám, és azért jó eséllyel ezeknek a gyógyszereknek a fogyasztása sok esetben indokolatlan, tehát valószínűleg nem is hatásos és felesleges is a gyógyszerfogyasztás, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, és mondjuk főleg az idős korosztály is, aki többet fogyaszt ezekből, mert ugye mozgásszervi panaszaik vannak. Hát minden szakorvos felír valamit, és a végén 15 fél. Amit sajnos lehet, hogy nem is old meg ez a gyógyszer, de... De a másik szakorvos nem veszi el tőle, mert hiszen nem az ő szakterülete. Igen. Talán nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a mozgás terápiára, a rendszeres mozgásra, és ezeknek a mozgásszervi panaszoknak a megelőzésére. Hogyan lehetne ezen a tendencián változtatni? Gondolom, hogy több irányból érdemes ezt megcélozni, és egyáltalán az egészségügynek van erre kapacitása, vagy mi lenne az a rendszer, ami jól tudna működni ebben? Hát, itt egyértelműen, ugye én úgy gondolom, hogy ez társadalom szintű probléma, életmód. Egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való nevelés, és ezt már gyermekkorban el kell kezdeni, tehát gyakorlatilag a 18 év alatti korosztály 80%-a mozgásszegény életmódot él, nagyon kevés zöldséget és még kevesebb gyümölcsöt fogyaszt, tehát ezt már a fiatal korban kellene, és ez nem csak az egészségügynek a feladata, én úgy gondolom, hogy ebben a politikának és nagyon sok mindenkinek van még fontos szerepe. Március 14-én a Vese Világnapját ünnepeljük. Gondolom, hogy ennek pont ez lenne az egyik feladata vagy funkciója, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora létszámú, gyakorlatilag népbetegség, szinte azt mondhatjuk, hogy mekkora jelentősége a megelőzésnek. A Vese Világnapján arra szeretnénk felhívni a lakosságnak a figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek az egészségükre, hogy egyértelmű legyen a betegeink, illetve a lakosságnak a számára,
hogy teljesen tünetmentesen kialakulhat a veselételenség, és igenis figyelni kell rá, főleg azoknak a betegeknek, akiknek a családjában már volt vesebetegség, illetve aki hipertóniás, illetve cukorbeteg. Ugyanis Magyarországon körülbelül 3 millió embert érint a hipertónia betegség, és közelít a diabéteszes betegeknek a száma is a 1,5 millióhoz. Így ez a két betegpopuláció rendkívül érintett ebben, ugyanis neki különösen figyelni kell a szűrésre, mert ha nem szírjuk a betegeket, akkor gyakorlatilag végstádiumú veselélytelenség állapotában is bekerülhetnek hozzánk a rendelésre. Nagyon nehéz azon a szemléleten változtatni, hogy ugye általában úgy működik a dolog, hogy addig, amíg nincsen panaszom, addig nem is foglalkozom ezzel, majd amikor kiderül, hogy gond van, akkor meg kétségbe esve próbálunk minden eszközt igénybe venni, illetve az orvosi segítséget kérni. Hogyan zajlik az, amikor már felismernek egy ilyen betegséget? Mi történik a beteggel? Hát megjelennek a gondozóba ezek a betegek. Általában a házi orvosok egy rutin vérvétel kapcsán észlelik az eltérésüket, úgyhogy bekerülnek hozzánk a vesegondozóban. Általában szoktunk kérni egy hasi ultrahangvizsgálatot, ami megállapítjuk, hogy milyen a veséknek a mérete, esetleg van-e üregrendszeri tágulatuk, ami a betegségnek a típusára, hogy most posztrenális, esetleg prérenális eredetű, vagy renális a veselégtelenség. Ilyenkor a betegeknek átnézzük a gyógyszeres terápiáját, milyen vérnyomás csökkentőik vannak, vannak-e olyan gyógyszerek a szedettek között, amik rossz irányba befolyásolják a kimenetet, illetve diétás tanácsadásban részesülnek a betegek. Külön szórólapjaink vannak hozzá, dietetikai tájékoztatónk, illetve szoktunk telefonszámot is adni a betegeknek, hogy a dietetikussal egyeztessenek egy időpontot, mert a rendelésen a beteg létszám miatt nincs annyira részletes, nincs annyi időnk, hogy részletesen elmondjuk a terápiát, illetve a diétát, úgyhogy a dietetikus nővérhez szoktuk őket még irányítani. És hát fontos tudni, hogy csodaszer nincs, tehát hogy nincs egy olyan vesegyógyszer, ami varázsütésre meggyógyítaná a beteg vesét. Mi a további menet? Valóban, tehát csodaszer itt sincsen, de azért fejlődik az orvostudomány, és ha meg nem is tudjuk feltétlenül gyógyítani már ezeket a krónikus vesebetegeket, de van már olyan gyógyszercsoportunk, ami azért jelentősen tudja lassítani a betegség előrehaladását, progresszióját. Éppen ezért fontos, hogy azok a betegek, akik a fokozott magas kockázati csoportba tartoznak, szűrésre menjenek, időben felismerjük a betegségüket, hogy amennyiben szükségük van rá, akkor ezekkel vagy ezzel a gyógyszerrel el tudjuk látni őket. Minél később kerüljön dializálásra és minél a beteg. Jobban kitoljuk, igen, a vesepótló kezelés szükségességét. Itt a megyében hány dializált beteget tartanak nyilván? Szabolcs megyében 388 dialízisre szoruló beteg volt 2023. decemberében, akik közül 56 beteg hasúri dialízises, és a többiek pedig hemodializált betegek. Mik a kilátásaik? Egyáltalán hány évig lehet ezt a kezelést folytatni? Hányan várnak vese átültetésre? Hát ez változó. Függ attól is, hogy milyen korban, milyen kísérő betegségekkel kerül művese kezelésre a beteg. Van olyan beteg, aki több mint 20 évig is dialízis programban van, sajnos vannak, akiket jóval hamarabb elveszítünk ennél, ezért is fontos a mielőbbi felismerés, és azokat a betegeket, akiknek nincsenek olyan kísérő betegségei, amelyek azt kontraindikálják, mindenképpen minél gyorsabban vesetranszplantációs várólistára kell helyezni,
mert a legjobb megoldása ennek a problémának az a veseátültetés. Mekkora ennek a kockázata, vagy mekkora a túlélési esélye egy transzplantált betegnek? Hát a transzplantált betegeknek ugye attól is függ, hogy a milyen donorból, milyen betegbe történik az átültetés, élő donoros transzplantációról van szó, cukorbeteg az illető, de az életkilátásokat, az élet várható élettartamot másfélről akár 2,5-3-szorosára is tudja nyújtani. Itt a megyében is végeznek transzplantációt, vagy ezt klinikákon végzik? A megyében nem végeznek, ugye transzplantációs centrumok vannak az országban, gyakorlatilag a 4 klinikán van transzplantációs centrum, ugye a mi régiónkban, Debrecenben végzik a transzplantációkat. Mennyire túlterhelt itt a megyei kórház nefrológiai részlege? Hát ez a területen is, mint ahogy az egészségügy más területén akadnak problémák. Hát röviden annyit mondanék, hogy elférne még vagy 4-5 nefrológus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is. Mennyire tudnak a házi orvosok terhet levenni a kórházi betegellátásról? Hogyha rendszeresen nézik a betegeknek a vesefunkcióját, illetve vizeletvizsgálatot végeznek, akkor ezzel jelentősen lehet csökkenteni a terhet. Hogyha egy megfelelően karbantartott cukorbetegről beszélünk, akkor nekünk elegendő egy évben egyszer látni a beteget, ugyanakkor a házi orvos negyed évente muszáj, hogy ellenőrizze a vesefunkcióját, a hemoglobin IC-t, illetve vizeletvizsgálatát. Ugyanis, hogyha bármiféle hirtelen romlást észlel, akkor mi sürgősséggel természetesen meg szoktuk nézni ezeket a betegeket. Mondjuk el még egyszer, hívjuk fel arra a figyelmet, hogy mi az, amit érdemes tennünk azért, hogy elkerüljük a vesebetegséget, illetve hogy minél idősebb korban szembesüljünk ezzel. 8 aranyszabályunk van, megfelelően táplálkozzunk, figyeljünk oda a testsúlyunkra, megfelelő zöldség és gyümölcsfogyasztásunk legyen, aztán rendszeresen méressük a vérnyomásunkat, illetve rendszeresen mérjünk vércukorszintet, testmozgást végezzünk rendszeresen, tehát ne egy testmozgás szegény életet éljünk, hanem rendszeresen sportoljunk, olykor sétáljunk. Aztán, ha hipertóniások vagy cukorbetegek vagyunk, akkor igenis menjünk el a házi orvoshoz, és ellenőriztessük a vesefunkciónkat, kerüljük a nonsteroid gyulladás csökkentőknek a szedését, ne dohányozzunk, illetve nagyon sok folyadékot fogyasszunk. Dr. Balkó István, dr. Épási Krisztina, nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondták a Kölcsei Televízió nézőinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Több héttel korábban rügyet fakasztottak a gyümölcsfák az átlagosnál. A Fruitweb elnöke szerint ez abban az esetben nem gond, ha május végéig nem lesznek komolyabb fagyok. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint erre azonban kicsi az esély az áprilisi sarkvidéki légtömegek miatt. A legtöbb gazda kiszolgáltatott, a fagykár elleni védekezésnek ugyanis komoly költségei vannak. Március első napjai, és már szinte kipattannak a rügyek a gyümölcsfákon. Ez a helyzet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a vegetációs időszak ráadásul 8-10 nappal követi az ország déli-délnyugati táját. Az elmúlt bő 2 hétben már semmi jele nem volt a téli időjárásnak. Napközben a 20 Celsius fokot is megközelítette, vagy több esetben elérte a hőmérséklet. Fagypont alatti éjszaka pedig mindössze 1-2 volt február közepétől. Ami a gyümölcsösök életműködését illeti, ők már sokkal hamarabb elkezdték érezni a tavaszt. Egy szokatlanul meleg februárunk van, és igazából a január sem telt túlzottan alacsony hőmérsékletekkel. Ez nagyjából azt eredményezte, hogy szokatlanul korai a vegetáció kezdete, illetve a virágzás. Már tavaly is egy viszonylag korai kitavaszodás volt, de idén még ezelőtt is egy 7-10 nappal járunk. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte ember emlékezet óta nem volt ilyen korai kitavaszodás, már ami a gyümölcsültetvényeket illeti. A Dunántúlon, főleg a Dunántúl déli részén már 3-4 napja
virágzik a Kajszi, és most már elindult a Dunántúl északi részén is. De ha így maradnak a hőmérsékletek, akkor az egyébként virágzásban 7-10 nappal hátrébb lévő északi, észak-keleti ország részben is elindul a Kajszi barack virágzása a jövő hét közepe vagy második fele folyamán. Minden gyümölcsfaj esetében azt látjuk, hogy megpattantak a rügyek, tehát nagyon erősen elindult a fák életműködése. Ami értelemszerűen azzal a kockázattal fenyeget, hogyha innentől kezdve jönnek például a tavalyihoz, vagy az azt megelőző évekhez hasonló márciusi, áprilisi, vagy netán májusi lehűlések, éjszakai fagyok, akkor azok akár komoly károkat is okozhatnak. Nyilván a korai kitavaszodással semmi gond nincs akkor, ha innentől kezdve a május közepéig datálható fagyveszélyes időszakban nem lesznek komoly lehűlések. Akkor nincs gond a korai tavaszodással. Ez mindössze annyit jelent, a mindössze az idézőjelbe téve, hogy minél hamarabb indul a fák életműködése, minél hamarabb következik be a virágzás, annál hosszabb időszakot töltenek a fák abban a fenológiai állapotban, ami a fagykockázatok szempontjából a legjelentősebb fagykár valószínűséggel terhet. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján ugyanakkor áprilisban törvényszerűen érkezik egy nagyobb fagy. A fák vegetációjának kezdetét, a rügy duzzadást, rügyfakadást, virágzást érdemben befolyásolni nem lehet. Nyilván vannak erre technikák, kísérletekben szerepelt olyan, hogy öntözéssel, felülről öntözve a fákat, hűtötték a növényi szövetet, és akkor ezzel el lehetett érni egy 3-4 nappal későbbi virágzást, de ennek semmilyen gyakorlati jelentősége nincs, ugyanis teljesen mindegy, hogy például a kajszi barackfánka az március 1-én vagy március 10-én virágzik, ha majd egy április 10-ei fagy fog benne komoly károkat okozni. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a vegetáció kezdetére és a virágzás időpontjára a gazdálkodónak érdemi ráhatása nincs. Ami ellen lehet védekezni, az maga a fagy esemény, de sajnos vannak olyan típusú fagyok, amelyek ellen az egyébként még leghatékonyabb fagyvédelmi technológiák sem segítenek. Ezek az úgynevezett szállított fagyok, amelyeknek az a jellemzője, hogy 10-15 km per óránál nagyobb légmozgással jönnek, és ilyen szélsebesség mellett sem a légkeverésre, sem a hőtermelésre alapozó fagyvédelmi technológiák nem hatékonyak. Tehát ha ilyen típusú fagy jön, akkor nem tudunk semmit tenni. És sajnos az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy pont ilyen típusú fagyokat kapunk, betör az északi sarkvidék felől egy nagy hideg légtömeg, az az első vagy a még a második nap jelentős légmozgással járva hoz nagyon hideg levegőt, ha már akkor fagynak a virágok vagy a gyümölcsök, akkor tehetetlenek vagyunk. Majd a hátterében ennek a betörő sarkvidéki hideg levegőnek marad a klasszikus, szélcsendes, nyitott égbolttal járó kisugárzási fagy, ami ellen már vannak egészen jó védekezési lehetőségek, de hát azok sem érnek semmit, ha a megelőző egy-két éjszaka a széllel járó fagyokban netán elfagytunk. A kisugárzási fagyok ellen, mint említettem, lehet védekezni, viszont általános érvényű igazság a fagyvédekezésben, hogy a drága módszerek lesznek a hatékonyak, tehát hatékonyan védekezni a tavaszi fagyok ellen csak sok pénzzel, drága módszerekkel lehet, míg az olcsó módszerek általában nem hatékonyak, tehát hiába nem kerül sokba, jelentős eredményt nem tudunk velük elérni. Így összességében elég erősen ki vagyunk téve a tavaszi fagyok okozta károknak. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!